Mondjátok csak, mikor lehet valakit számon kérni? Például csalásért. Milyen jogon lehet valakit számon kérni? Hát drága Razor barátunk alkotott már megint egy gyönyörűséget, hogyha valakinek nem esett volna le, az előző videó az róla szólt. És szerinte nekem el kéne magamat szégyelni, hogy ilyet állítok, de kedves Razor, elmondom neked, hogy én azt a videót nem rakom ki, te azt a Profile Me Legit videót, ami hát nem igazán sikerült túlságosan jól, nem raktad volna ki. Na de hogy én milyen jogon kérem őt számon? Meg is mondom. Pontosan ugyanolyan jogom van őt számon kérni, mint hogyha én valakit kibannolok SS bukásért, és utána feljön reklamálni, hogy ő nem csalt. Bizonyítsam be, hogy nekem van igazam, és ő csalt. És akkor nézzük, hogy miket szedtem össze. Hogyha valaki nem tudná a történetet, röviden elmondjuk. Hát kérlek szépen, az történt, hogy Razor meg lett vádolva dupla klikkel, vagy éppenséggel makróval. Nem tudom, mindenki más mond. És hogy ő elvileg évek óta csal, amit hát mindjárt megnézünk. Szerintem kezdjük Razornak az egerével és az egér változásával, ami meglepően még idáig senkinek nem tűnt fel. És ez a mai videó el sem készült volna, amennyiben Razor nem fülit farkát behúzva, gyáva ember létére elmenekülve ignorált volna engem. Lényegében szerettem volna letesztelni, amit nem tud sem megeditelni, sem megriggelni. Hát 45 órája várom a válaszát, és azóta többször is volt online. Szóval én ilyen tekintetben abszolút elengedem. Elég egyértelmű lesz. A drága Razor barátunknak nagyon sokáig ez az egere volt, ez egy A4Tech Bloody Sniper Gaming ZL5-ös, ne kérdezzétek miért 2M-mel van írva a gaming. Mint ahogy láthatjátok, ez az egér 118 mm hosszú, 78 széles, 40 magas. És 150 grammos. És most figyelj! Nagyon sokáig használta ezt az egeret. Az új egere egy Razer Dittander Essentials. Most figyeljetek, ezt az egeret elméletileg 1-2 hónapja használja. 96 gramm az egér. Az előző 150 volt. És ha ez még nem lenne elég, az egérek a vastagsága 61,7 mm. A másiknak 78. Tehát egy laza 1,7 centivel vékonyabb az egere szélességbe. És nekem valaki azt mondja, hogy olyan kurva sok ideig használ egy ilyen nagy behemót egeret, mint az A4Tech, ami 150 grammos, ezután egy lényegesen modernebbre átvált, ami 96 grammos, több mint 50 gramm különbség, ráadásul még kisebb is az egér, és ugyanúgy játszik, mint eddig. Ne idegesítsetek már! Ég és föld a kettő egér! Most légy szíves, bárki! Nyugodtan kommentbe lehet írni. Miután ti egeret váltotok, pláne ilyen nagy különbséggel, mennyi idő mire megszokjátok? Ugyanis egy 98 grammos egérről váltottam egy 64 grammosra, és fél évbe telt, mire megszoktam. Önmagában nem tesz hozzá semmit a vádakhoz, viszont elmondom, mint érdekességkép. De ha már itt is vagyunk, akkor beszéljünk az egerekről. Talán van, aki meg fog lepődni. Ezek az egerek hasonlóképpen működnek, mint egy mechanikus billentyűzetek. Van bennük egy switch. Hasonló, egy nagyon hallható, már megszokott kattogó hang, duplán kattint, amikor az egeret lenyomod, és amikor elengeded. És akkor ennek örömére kicsit hasonlítgassuk már össze Razornak a videóit a CPS számlálóval, és hát lehet, hogy lesz némi probléma, úgy érzem. Akkor itt is volnánk a legelső klipbe, ez Razornak a 9. Skyminis része. Itt bekerül Drogival egy szorítóba és elkezdik egymást darálni, láthatólag 7 8 CPS-e van, egyszer még 10-re is felugrik, viszont ez a videó teljes mértékben legit. Tehát amit itt látsz, ő azt meg is üti. És ezt hogyan értem el? Hogyan tudjuk megszámolni? Premiere Pro-ba itt van, behúztam egy részt, itt látjátok, ez már 8 CPS. Be van lassítva a videó részlet, 1 másodperc van kivágva, itt 10 másodpercet láttok, tehát 10-szeresen van a videó lelassítva. És akkor most a kis tuk-tukkokat meg kéne számolnunk, tudjátok, ezeket itt. Először lejátszom a videót, próbáld meg te megszámolni, utána megszámoljuk közösen. A hit soundok azok sajnos eléggé hangosak lesznek, mivel Razornak nagyon régi videója, teljesen más perifériái voltak,
és emellett halk is, tehát nagyon komoly hangmennyiséget kellett ráadni, hogyha aható legyen. Hát megnézzük, hogy sikerül. Oké, és akkor most játsszuk le úgy, hogy megszámoljuk. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Mi meglepő, megvan a 8 TPS. És akkor most ugorjunk a következő klipbe. Itt is lesz a következő klip. Ez a Chelvire a bajnok című videója. Elvira ellen játszik, ez egy combo fly event. És itt már ő 15-16 CPS-sel játszik. De akkor nézzük is a klippet. Mint ahogy láthatjátok, ez is be van lassítva, 10%, 10 másodperc, tehát ez egy 1 szekkes CPS check. 11 CPS-ről indulunk. És mint ahogy láthatjátok, 14-16 között ugrál. A klip utolsó pillanatában pedig 15 CPS van. Hát akkor nézzük a kis tuk-tuk hangokat megint. Először lejátszom, számolj meg te magad, utána megszámoljuk együtt. Kis hangot adok rá, így jobb lesz szerintem. És akkor most számoljuk meg együtt ezt a 15-16 CPS-t. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És a 8-kal záródik. És mi meglepő, hogyha mi erre rádupláznánk, akkor az 15-16 CPS. Jó, hát ha még ez se lenne elég, nézzünk másik példát. És itt van a következő videó, ez nemrég készült Extreme Crafton, itt Klugival fog játszani, mégpedig 1v1-eznek, és elég stabilan beáll a CPS 14 kötőjel 16-ra. Na akkor számoljuk meg a kis tuk-tuk módszerünkkel, hogy ez mennyi is pontosan. Szokásos klipformátum, 10%-ra lassítva, 10 másodperc, 1 perc IR-rel, na akkor számoljuk meg a kis tuk-tuk hangokat. Először lejátszom, számoljátok meg ti. És akkor most számoljuk meg együtt. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Hát sajnán annyira nem látszódik, de milyen érdekes, hogy 8-nak a duplája az amúgy 16. Már megint. Hát itt is lennénk a következő klipbe, ez az egyik legújabb videója. Itt combo flyozik, és éppenséggel sumózik Tingleman ellen. Természetesen a CPS megint beállva 14 kötőjel 16-ra. És ráadásul nagyon sokáig. Nem tudom mekkora staminája van, de szerintem a kis tuk-tuk módszerrel számoljuk már meg még egyszer ezt a klippet is. Szokásos klipformátum, 10% lassítás. Először lejátszom nektek, utána megszámoljuk együtt. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét,
8. És milyen érdekes, hogy itt is 16 CPS van, teljesen megmagyarázhatatlan okokból. És akkor most nézzük meg a Proofami Legit videóját, ami szerintem legendásra sikerült. És itt van a kedvenc részem, amikor egy videót csinálunk arról, hogy mi nem csalunk, és konkrétan 20 CPS-es indítással kezd, és a legelső Skymin is videóba, ott sikerült neki 10-et is összehoznia, milyen érdekes, hogy annak a duplája amúgy pont 20, és gyönyörűen bemutatja, hogy itt is milyen stabilan tud 14-16 CPS-sel ütni. Hát akkor szerintem tuk-tukkozzunk egyet megint. Na hát akkor itt is lennénk a klipbe, a formátum megint nagyon egyszerű, itt 12 CPS-ről fogunk indulni, nem kell bemutatnom már szerintem, hogyan van itt megeditelve. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, és kilencedikkel záródna. Tehát drága barátunk, itt éppenséggel a kilencedikkel záródna, és pont felugrik a mutató 17-18 CPS-re. Nem tudom. Szerintetek? Milyen érdekesek ezek a kis belassítások, meg lehet belőle tudni elég sok mindent, nem de? Úgyhogy kedves Razor barátom, te azt mondtad, hogy csalódtál bennem. Na és akkor itt a videó végeztével az én 10 CPS-emet hasonlítsuk már össze, vagy legalábbis számoljuk már meg légy szíves közösen. Előbb lejátszom normálisan a klippet, utána pedig lassítva a szokásos formátumba. Na és akkor nézzük már meg légy szíves az én jitteremet, hasonlítsuk már össze. És akkor számoljuk meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hát nem tudom, srácok, szerintetek így lehet CPS számolni? Döntsétek el ti magatok. De legközelebb légy szíves a nézőinek azt nem mond, hogy a víz is lila. És amennyiben nem hiszitek el, ott vannak a videók, töltsétek le, húzzátok be editor programba, és számoljátok meg ti magatok. Drága nézőim, elköszönök tőletek, kedves Razor, és neki a nézőik. Tőletek egyszerűbben is elköszönök, de azért gondoljátok át. Tehát hogy képzelitek? De az a véleményem, hogy ha most elnézést kértek és kimentek, az a legudvariasabb gesztus, amit tehettek velünk szembe.